kiképzésre használják, de ugyanúgy egyébként ugye ezek a fiókok ugyanúgy gyógyszerek tárolására is alkalmasak. A kórház 14 osztályára került ilyen kocsi, amelyet itt az ápolási osztályon sebkötözésre használnak, de az eszköz gyógyszeradagolásra is alkalmas. A Haumet Köfém Kft. És a vállalat jogelődjei 30 éve támogatják a városban élőket, és csak a kórháznak összesen több mint 500 millió forintnyi összeget utaltak már. Az idei segítség több mint 15 millió forintot jelent. Minden profitot termelő vállalkozásnak van egy társadalmi felelősségvállalása, amit követni kell. Ebben mi szerintem a városban élen járunk. Szerencsére olyan vezetői tulajdonosai vannak a vállalatnak, amelyek számára ez ugyanúgy fontos, mint nekünk is. A támogatási összegből a kórház tudott vásárolni 3 speciális, több funkciós betegágyat, valamint a nővérek képzésére fordították a pénzt. Adományból tanfolyamot most először szerveztek az egészségügyben dolgozók számára. Nagyon fontosnak tartjuk a megelőzést. Egy kolléganőm, korábbi kolléganőm az ortopéd osztályról a DOT módszert oktatta itt. Eredendően 50 főt mondtunk, aztán 105-re rúgott ki ez a képzési szám. Azt tanította meg, hogy hogyan kell úgy beteget átemelni, ugye itt mindennapos dolog, sokszor nagyon súlyos betegeket is teszünk ágyról, műtőasztalról, ágyra, röntgenasztalra, hogy ne sérüljenek a dolgozóink. A kórházban dolgozó nővérek műtét típustól függetlenül évente 65 000 beteg fektetést végeznek.